Békesség néktek! Ma az 1 Péter 2.21-el jelentkezem, ebből is egy rövid kis megjegyzést idézek, az ő nyomdokait kövessétek. Ilyenkor, amikor télidőben leesik egy kis hó, nagyon érdekes nyomokat lehet felfedezni a tájon. Rengeteg nyúlnak a nyomát láttam, ahogy jöttem errefelé, és ennél a kis faágnál, ami leszakadt talán még tavaly az uzmarás időben, felfedeztem egy nagyon érdekes nyomot, valamilyen nagyobb rókának, vagy éppen kóborkutya is lehetett, bár azt kétlem, a nyomát is felfedeztem, itt lehet látni, ezek ennek a állatnak a nyomai. Lehet, hogy éppen aranysakál volt, mert az is él itt a környékünkön, nádi farkas, bár én még nem láttam, de a vadászok mondták. És érdekes, hogy azt is felfedeztem, hogy itt húzott itt valamit a hóban, van egy ilyen nyom, valamit vonszolt maga után egy darabig, vagy pedig éppen a alsó felé dörgölte a földhöz, mint ahogy a kutyák is szokták, ezt láttam náluk. Igazából nem tudom, hogy milyen állat lehetett ez. Nagyon sokat nem értek ezekhez a nyomokhoz, úgyhogy azt látom, hogy nem nyúl, azt is látom, hogy nem elefánt, hát valamilyen állat, amit igazából nem ismerek. Sokat elárulnak a nyomok, de hogyha nem értünk annyira a nyomokhoz, akkor csak azt látjuk, hogy valamilyen állat járt itt, valamilyen kutyaféle, de nem tudjuk pontosan, hogy melyik állat, nem tudunk olvasni a nyomokból, mert mi már nem vagyunk olyan természeti emberek. És amikor a Szentírást olvassuk, akkor látjuk azt, hogy a Szentírásban ott vannak Isten kezének a nyomai. Látjuk a történetekből, látjuk a Szentírás kialakulásából, a ránk gyakorolt hatását érezzük a Szentírásnak. De hogyha nem ismerjük eléggé azt, aki ezeket a nyomokat hagyta a Szentírásban, vagy az életünk eseményeiben, akkor nem igazán tudjuk megfejteni azt, hogy miről is van pontosan szó, mi is történik itt az igében, miről olvasunk, mit akar ezzel Isten kifejezni, mit akar nekünk elárulni azokkal a nyomokkal, amit beletett egy olyan nehezen érthető igeszakaszba is, mint az énekek éneke. De ha megismerjük jobban Istent, és az ő nyomait látjuk, akkor sokkal inkább meg tudjuk állapítani. Igen, ezt akart itt Isten cselekedni. Ezért hagyott ilyen nyomokat nekünk a Szentírásban. Én nem ismerem annyira vadon élő állatokat, hogy sokat tudjak ezekből a nyomokból olvasni, és milyen jó lenne, hogyha mindannyian annyira megismernénk Istent, hogy ne csak találgassunk, hogy ne csak azt lássuk, hogy igen, itt volt az Úr, cselekedett valamit, hanem sokkal pontosabban megismerjük őt. Ehhez fel kell tárni az igének a mélységeit, ami segít újból újabb mélységeit feltárni az igének, és egy ilyen áldott együtthatás, egy isteni kör alakul ki. Kívánom teljes szívemből magamnak is, meg nektek is, hogy jobban megismerjük őt, és az ő munkájának nyomait a Szentírásban. Amen.